Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Koronavírus szűrés, a vártnál kevesebben mennek el az ingyenes tesztekre. Részegen őrjöngenek, az utcán végzik a dolgukat, hajléktalanokra panaszkodnak a szekszárdi üzlettulajdonosok. Óriási bajban a vadásztársaságok, a bevételeik 70-80%-a esik ki a koronavírus járvány miatt. Újra kinyit a bonyhádi piac, egyelőre különleges óvintézkedések lesznek érvényben. A vártnál kevesebben mennek el a Pécsi Klinikai Központ által szervezett koronavírus szűrésekre. A szűrőbuszos vizsgálatra reprezentatív kiválasztás alapján küldenek meghívót. Első körben országosan 17 ezer embernek. Bátaszéken csütörtökön tartottak szűrést. Várakoznak azok az emberek, akik a Központi Statisztikai Hivatal értesítése alapján meghívást kaptak a koronavírus tesztre Bátaszéken és környékén. Összesen 83 személyt vártak a tesztelésre. Hát szerintem egy hasznos dolog. Mondja ez a helyi vállalkozó, aki egy tucat embernek ad munkát, így fontosnak gondolta, hogy részt vegyen a vizsgálaton. A buszban garatból, orrból vesznek mintát, valamint vérvételenesnek át a behívottak. A Pécsi Tudományegyetem klinikai központjának elnöke, akik szervezik a vidéki mintavételt, azt mondja, pontos képet csak akkor kaphatnak a helyzetről, ha meghívottak, elmennek a szűrésre. Nagyon fontos, akiket a Központi Statisztikai Hivatal kiválasztott, és meghívást kaptak, vegyenek részt a szűrővizsgálaton. A résztvevő személyek jelenléte fontos, nem lehet kicserélni, nem lehet mást elküldeni, mást odaengedni a szűrővizsgálatra. Az ő személyük azért fontos, mert a reprezentativitás szempontjából létfontosságú. Nem csak saját egészségük vonatkozásában kapnak információt magáról a vírus jelenlétéről, vagy a korábbi fertőzöttségről, hanem egy statisztikai közösséget 400 főt is magukba hordoznak. Bozsolik Róbert vártaszék polgármestere reményét fejezte ki, hogy mindenki megjelenik a meghívottak közül. Arra mindenképpen jó, hogy valami fajta információt kapjunk adott esetben a település tekintetében, vagy a településhez közel lévő más települések tekintetében, hogy a koronavírus járvány az jelen pillanatban hol tart, vagy hol tarthatott, hiszen a szűrővizsgálatok arra adnak majd lehetőséget olyan következtetések levonására, hogy jelen pillanatban az érintett az fertőzés alatt van-e, illetve hogy esetleg átesette már a fertőzésen. A buszban szolgálatot teljesítéktől kapott információ az, hogy a meghívottak alig 30-40%-a megy el a szűrésre. Az eddigi legmagasabb részvételi arányt Bonyhád teljesítette, ott 50%-os volt a megjelentek aránya. A koronavírus járványt kihasználva csalt ki pénzt áldozataitól egy férfi Páriban. A 29 éves csaló azt mondta, több helyi sértetnek, hogy rászoruló gyerekeknek gyűjt a települési és a nemzetiségi önkormányzatok nevében. Összesen 3000 forintot szerzett meg az átverésükkel. A férfi végül a pénzt magára költötte. A rendőrök hamar elfogták, csütörtökön pedig már bíróság elé is állították. Az ítélet szerint 9 hónap fogházat kapott, amit a bíró 2 év próbaidőre felfüggesztett. Az ítélethozatalnál súlyosbító tényező volt, hogy a veszélyhelyzet idején a járványra hivatkozva verte át az áldozatait. Végül 2 rendbeli csalás és 4 rendbeli csalás kísérlete miatt ítélték el. 6 embertől próbált meg pénzt kérni. Ebből a 6 emberből 2 személy volt, aki ténylegesen átadott a vádlottnak kis összegeket. Többek elzavarták, illetve nem hittek neki, illetve voltak olyanok is, akik felajánlották azt, hogy nem pénzadománnyal támogatják, hanem élelmiszercsomagot adnak a rászoruló gyermekeknek, illetve családoknak, azonban ezt a vádlott nem fogadta el. Villanyoszlopnak hajtott kisszékelyben egy 37 éves férfi, majd a kórházba szállítását követően meg is halt. 3 utasát súlyos sérülésekkel vitték el a mentők. Az elhunyt sofőr alkoholt fogyasztott a baleset előtt. Egy kanyarban csúszott meg a kocsijával, így ütköztek a villanyoszlopnak. A kocsiban senki sem volt bekötve. Rendszeresen randalíroznak a hajléktalanok Szekszárd központjában. Az ott üzletet vezetők azt mondják, hiába hívják ki a rendőrséget, a garázdálkodók továbbra is hangoskodnak, verekednek, és ott végzik el a dolgukat, emiatt sokszor elviselhetetlen állapot alakul ki a boltok környékén.
Az egyik üzletvezető szirénázó mozgásérzékelő lámpát szerelt fel boltja oldalára Szekszárdon. Első hallásra kissé furcsa cselekedet a város központjában álló tetováló szalon tulajdonosától. Kameránk elé nem kívántak állni az üzletvezetők, de azon kívül elmondták, azért kell ilyen eszközökhöz nyúlniuk és rendszeresen fertőtleníteniük a garai teret, hogy elrettentsék a hajléktalanokat attól, hogy illemhelynek használják azt. A ruhaüzlet és a varró szalon vezetője is azt mondta televíziónknak, áldatlan állapotok szoktak uralkodni a téren. Sokszor orfacsaró bűz és rendkívüli látvány fogadja őket reggel, amikor kinyitják az üzletüket. A hajléktalanok ugyanis éjszaka használják szórakozóhelynek a garai teret. A vizelet ürülék hányás szaga, látványa, valamint sokszor az üzlet előtt alvó, máskor fényes nappal ittasan ordibáló, verekedő hajléktalanok miatt sokszor fordultak már a hatóságokhoz a boltosok. Azt mondják, nem nagyon volt visszatartó erejük a hatósági intézkedéseknek. A rendőrség szóvívője elmondta, a hatóság ilyenkor többféle módon járhat el. Ha valaki közterületen végzi a dolgát, vagy éppen szemetel, tehát köztisztasági szabálysértést követel, vele szemben a rendőrök mindig eljárnak. Ha pedig rongál, verekszik, akkor az már bűncselekménynek minősül. Ilyenkor a hatóság büntető eljárást kezdeményez vele szemben, vagyis beviszik a rendőrségre és kihallgatják. Szabálysértési eljárást, illetve helyszínbírságot is kiszabhatnak a rendőrök. Ennek 5-től 50 ezer forintig terjedhet a mértéke, és azok a garázdálkodók, akik rongálnak, szemetelnek, vagy a közterületen végzik el a dolgukat, ők szintén szabálysértést követnek el, és helyszínbírsággal sújthatóak. A rendőrség munkatársainak az a feladatuk, hogy a közterületen a rendet fenntartsák. Ezért arra kérik a lakosságot, ha ilyen jellegű jogsértést tapasztalnak, akkor jelezzék a 112-es számon, hogy a rendőrök intézkedni tudjanak. A közterületfelügyelőknek is a rend fenntartása a feladatuk, ám nincs túl sok eszközük a gyakran részeg, agresszív utcán élők megrendszabályozására. A következő riportunkban folytatjuk a témát és megkérdezzük Szekszárd jegyzőjét, valamint a városüzemeltetési osztályvezetőt, milyen intézkedéseket terveznek, hogy a helyzet rendeződjön. Növényvédelmi permetezést tartanak Szekszárd közterületein május 20-áig. A permetezést végző cég szakmérnöke megfigyeléssel és a Tolnamegyei Kormányhivatal előrejelzéseit felhasználva választja ki a legalkalmasabb időpontot. A rovarok és növénybetegségek ellen használt permetszerek második és harmadik veszélyességi kategóriába tartoznak, vagyis az emberi szervezetre nem károsak. A permetezéseket a szakemberek az esti órákban végzik nagynyomású permetezőgépekkel. Ha valaki hallja ezek hangját, érdemes az ablakot becsukni, amíg tart a munka. Megújult a szakképzés Magyarországon, 5 éves technikumi rendszert vezettek be. Számos piacképes szakmát, mint például fodrász, cukrász, magasépítő technikus végzettséget lehet úgy elsajátítani, hogy aközben érettségit is szereznek a diákok. A technikumi képzés sajátossága, hogy a felsőoktatásba való jelentkezést megkönnyíti. A képzés során ráadásul ösztöndíjat kapnak a diákok, a sikeres vizsgát követően pedig több százezer forintnyi sikerdíj jár nekik. Idén tovább nőtt a szakképzésben jelentkező nyolcadikosok száma. A középfokú oktatásban tovább tanulók csak nem kétharmada a megújuló szakképzést választotta. Ez azt jelenti, hogy ősztől közel 34 ezer diák kezdi meg a tanulmányait az új rendszerben. Ez sokkal nagyobb szám, mint az előző másfél évtizedben bármikor, tájékoztatott az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleményében. A megújult szakképzés részeként Magyarországon 5 éves technikumi rendszert vezettek be. Számos piacképes szakmát lehet így megszerezni, ráadásul a képzés végén érettségit szereznek a diákok. Ugyanazokból az érettségi tárgyakból kell érettségit tegyen, mint a gimnazista. 12. év végén 3 tantárgyból tehet közismereti tárgyból előrehozott érettségit, majd a 13. év végén kell letegye a technikusi vizsgát. Én azt gondolom, hogy ezáltal lényegesen egyenletesebbé válik minden tanulónak a terhelése. A technikumi oklevél egyébként emelt szintű érettségének is számít, ami előny a felsőfokú képzés bejelentkezés során, mondta az igazgató. Ráadásul az 5 év során megszerzett ismeretek birtokában a felsőoktatási időszak is lerövidülhet. Ezen túl az 5 év során biztos nyelvtudásra is szert tesznek a technikumban tanulók, ami a cégek részéről gyakran megfogalmazódó igény a munkavállalók felé, mondta el Csapó Gábor. A következő tanévtől egyébként teljesítményük alapján a diákok is többletjuttatást kapnak az új ösztöndíjak formájában. A kezdetén 8000 forintos ösztöndíjat fog kapni,
majd mikor a duális partnerekhez kerülnek a tanulók, akkor ez már korrekt munkabérrel fog alakulni. És hát fog kapni egy egyszeri sikerdíjat akkor, amikor végez a tanuló és leteszi sikeresen a szakmai vizsgáját. Ennek összege egyszeri akár 300 ezer forint is lehet. A sikerdíj összege szintén a tanulmányi eredménytől és a munkavégzés minőségétől függ majd. Csapó Gábor azt is elmondta, a most érettségizők is jelentkezhetnek technikumi képzésre. Nekik 2 évet kell tanulniuk, hogy megszerezzék ugyanezeket a végzettségeket. Sőt, még a jelenleg dolgozók is jelentkezhetnek technikumi képzésre. Újdonság, hogy a korábbi ismereteiket beszámítják majd a képzésbe, továbbá rugalmas módon munkához igazodva szerezhetik meg a technikusi oklevelet. Csapó Gábor elmondta, intézményükben vannak még szabad helyek, így a következő hetekben lehet még a technikumba jelentkezni. További információt a Szekszárdi Szakképzési Centrum honlapján lehet találni. Megváltozik hétfőtől a NAV dombóvári kirendeltségének nyitvatartása. Az új rendszerint hétfőn, szerdán és csütörtökön fogadják majd az ügyfeleket, reggel 8 óra és dél között az adóhatóság munkatársai. A NAV közleménye ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy az adóügyek döntő többsége elektronikusan is intézhető, ezért a hivatal kéri ügyfeleit, hogy válasszák az elektronikus vagy telefonos ügyintézést, elkerülve a személyes megjelenést és a sorbanállást. Akár az egész éves idei vadászati szezon tönkreteheti a koronavírus járvány, ez országosan több mint 10 milliárd forintos kiesést jelentene a gazdaságnak. A Tolna megyei vadásztársaságoknak pedig közel 1,5 milliárd forint kárt okozna a vadászkamara megyei titkára szerint. Király István azt mondja, a külföldi bérvadásztatás már most teljesen megszűnt, a vadásztársaságok kiadásai viszont nem csökkentek. A koronavírus járvány miatt óriási károkat szenved a vadászturizmus. Az ország 19 megyéből Tolna megye az 5. helyen áll a vadászati bevételeket tekintve. Évente nagyjából 1,7 milliárd forint érkezik ebből az ágazatból a helyi gazdaságba az országnak ezen a részén. A vadásztársaságok bevételeinek nagyjából 80%-át teszi ki a bérvadásztatás. Most viszont, mivel a külföldi vadászok nem léphetnek be az országba, és a koronavírus járvány miatt a hazai vadászok sem járnak lőni, a bevételek legnagyobb része kiesik. A külföldi bérvadászok körét jelenleg teljesen elvesztettük. Ennek a felépülése ez nyilván majd akár hónapok vagy hosszabb időt is igénybe vehet, de a hazai bérvadászok körének is egy részét valószínűleg elveszti az ágazat, hiszen ott pedig már megélhetési gondok vannak egyes esetekben, így az a vadász, aki tavaly még tudott erre költeni, az lehet, hogy most nem költ. A vadásztársaságok kiadásai viszont nem csökkentek. A béreket, a mezőgazdasági és az erdei vadkárokat ugyanis továbbra is meg kell téríteniük. Tolna megye esetében ezek együtt mintegy 500 millió forintot tesznek ki. További 870 millió forintot pedig vadgazdálkodásra, például a vadak etetésére, a területek elkerítésére fordítanak a társaságok. Szezonális az értékesítés szempontjából, például az őzvak szezon már megy, de jelenleg a piaca az igen-igen gyenge, tehát ezt már egyszer érinti, ezt bepótolni később. Ugyan szeptember végéig tart az idény, de nem tudják majd a vadászatra jogosultak olyan mértékben. Egyelőre a vadászkamaránál sem tudják, hogy pontosan mekkora károkat okoz majd a koronavírus, de mindenféleképpen több százmilliós vagy akár milliárdos nagyságrendű is lehet a bevétel kiesés. Ha ugyanis a vírus ősszel valóban visszatér, ahogy azt a szakemberek mondják, akkor tönkreteheti a gím és a dámszarvas, valamint a hajtóvadászatok szezonját is. Pénteken újra kinyit a bonyhádi piac, a koronavírus járvány miatt viszont különleges óvintézkedéseket rendelt el az üzemeltető Bonicom NKFT vezetője. Külön idősávban vásárolhatnak a 65 évnél idősebbek, és szájmaszkot is viselnie kell mindenkinek. Még üres a bonyhádi piac, pénteken viszont újra kinyit. Bonyhádon keddenként és péntekenként várják majd az eladókat és a vevőket. Legfontosabb tudnivaló, hogy milyen termékeket tudnak beszerezni az oda látogatók. Röviden összefoglalva, mezőgazdaságból, mezőgazdasági termékekből álló palettát találhatnak. Ez azt jelenti, hogy a húsféléktől a méz, a tojás, a zöldség, a gyümölcs, az élőállatig bezárva virágok, palántákat tudnak ott vásárolni a látogatók. De például ruhaneműket és szerszámokat áruló eladók egyelőre még nem térhetnek vissza a piacra. A koronavírus járvány miatt különleges óvintézkedések betartásával lehet csak az eladótereket használni. A szupermarketekből megismert eljárási rendet alkalmazzuk mi is, tehát 6 óra és 9 óra között a 65 évnél fiatalabbakat várjuk szeretettel, és 9 és dél között pedig a 65 évnél idősebb korosztályokra számítunk.
Az egészségünk megóvása érdekében nagyon fontos az, hogy a piac területére csak szájmaszk viselésével lehet belépni, tehát mind az árusítók, mind pedig a vásárlók szájmaszk viselésére kötelezettek. Emellett az eladóknak gumikesztyűt is kötelező viselniük. A Bonyhádi piac reggel 6 és déli 12 óra között lesz látogatható. Elmarad idén a Bonyhádi Tarka Marha Fesztivál a koronavírus járvány miatt. A járás legnagyobb nyári rendezvényét idén augusztus 7-én és 8-án tartották volna, ám a kormány rendelete értelmében augusztus 15-éig egyáltalán nem lehet tömegrendezvényeket szervezni az országban. A Tarka Marha Fesztivál programjai között hagyományosan egy szakmai konferencia is szerepel, idén ezt sem tartják meg a szervezők. A szintén hagyományos, a fesztiválhoz kapcsolódó fotópályázatra viszont 2020-ban is sor kerül, a rendkívüli helyzetre való tekintettel viszont itt is változások lesznek. Online kiállítással lesz megszervezve, a kiírást a honlapunkon megváltoztattuk, ugyanúgy július 12-éig várjuk majd a pályamunkákat, ugyanúgy el lesznek bírálva, és természetesen díjazásra is sor kerül, és augusztus hónapban az online felületeinken ezek a fotók, amik a szarvasmarhával kapcsolatosak, illetve annak tenyésztésével láthatók lesznek a nagy közönség számára. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyékből. Újabb csapás a koronavírus miatt, rosszabb helyzetben a devizahitelkárosultak. Újraindulnak a vidéki autós iskolák, visszáll a vizsgáztatás is. Kevesebb lehet idén a méz, a méheket érintő egyik betegség ellen fejlesztenek ellenszert. Elveszített munkahely, bezárt bíróságok, kérdéses moratórium. Ezekkel az újabb nehézségekkel néznek szembe a koronavírus járvány megjelenésével a magyar devizahitelkárosultak, mondják a Pécsi PER Társaságot alapító érintettek. Közben azt panaszolják, hogy a bíróságok nem a szakértők véleménye alapján döntenek a szövevényes pénzügyi perekben, ezért igazságügyi tanács felállítását kérik, hogy számukra is elfogadható határozatok születhessenek. Egy újabb csapást jelentett a koronavírus járvány a hazai devizahiteleseknek, mondja a Pécsi PER Társaságot alapító károsult. A COVID-19 miatt nehéz helyzetbe kerültek. Elvesztették a munkáikat, lehetetlen az ügyintézés, nem lehet járni a bíróságokra, és úgy érezzük, hogy teljesen kihagytak minket, figyelmen kívül hagytak, nem törődnek velünk. Az ígéretekből, hogy itt a hiteleket felfüggesztik, hát egyelőre semmit nem tapasztalni, a végrehajtások, letiltások ugyanúgy folynak, tehát egy újabb csapást kaptak a károsultak. A szakértő szerint alapvető eltérések vannak a bíróság és az ügyfelek álláspontjai között. A bírósok szakértői vélemény nélkül dönt bonyolult, komoly pénzügyi ismereteket igénylő kérdésekben, Néma József szerint, pedig ezt nem szabadna megtennie. Úgy a régi polgári perrendtartás, mint az új, az előírta azt, hogy amennyiben egy ténykérdés vagy jogvita eldöntéséhez olyan különleges szakértelem szükséges, amellyel a bíróságok nem rendelkeznek, akkor szakértőt kell kijelölni. Na most ez az, ami szinte az eseteknek talán még 1%-ában se történik meg, ami nagyon rossz arány. Ezért egy úgynevezett igazságügyi tanács felállítását szeretnék a károsultak. Bírósággal szembeni esetleges vitát ugye úgy dönteni el, hogy ez a tanács igazságügyi szakértőkből, pénzügyi szakjogászokból állna. De mindezt rövidre lehetne úgy zárni, ahogy már ezt említettem régebben, egy új elszámolási törvény. Valaki fölvett x millió forintot, azt képezze a tartozás alapján, ne ilyen spekulatív módon határozzák meg a tartozásnak az összegét. Pécset mintegy 500 károsultból álló PER társaságot alapított Fekete Kálmán és Néma József. Hazánkban egyébként 1,2 millió devizahitel károsult lehet a szakemberek szerint. Beindulhat az élet a vidéki autós iskolákban. Május 5-én délután az Innovációs és Technológiai Minisztérium Budapest és Pest megye kivételével visszavonta az oktatás és vizsgáztatás felfüggesztéséről szóló döntését. Az első közlekedési vizsgákat jövő hétre szervezhetik meg az autós iskolák.
Március 19-e óta szünetelt hazánkban az autós oktatás és vizsgáztatás. Ez egyrészt több millió forintos bevételkiesést jelentett az autós iskoláknak, másrészt pedig a tanulók sem tudtak gyakorolni. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kedd délutáni döntése értelmében május 6-ától Budapest és Pest megye kivételével hivatalosan is újraindulhatnak az országban a közlekedési vizsgák. És az oktatásnak a beindulása az most már jelen pillanatban folyamatban van, a vizsgáztatás pedig jövő hét hétfőtől fog újraindulni, viszont csak vidéken, tehát a fővárosban és Pest megyében még nem, mert ott ugye még a kijárási korlátozás érvényben van. Ebben a pécsi autós iskolában 14 szakoktató kezdi meg hétfőn az oktatást, csütörtökön pedig 8 gyakorlati vizsga lesz. A részvétel kötelező feltétele a védőfelszerelés, azaz maszk és kesztyű viselése. Úgy érzem, hogy ez egy pihenési időszaknak volt felfogható részemről, de abból a szempontból óriási nagy hátrány a tanulók szempontjából ez a nagy kihagyás, mert ugye ők kezdő vezetők, és nagyon kíváncsian várom a jövő hetet, hogy hogyan fognak visszaszokni, hogyan fogják kezelni a járművet, hiszen hamarosan vizsgára vihetném őket, de gondolom ez most kicsit meghosszabbítja a tanulási időszakot. A vizsgaturizmus megelőzése érdekében az egyes helyszíneken kizárólag azok tehetnek vizsgát, akik életvitelszerűen is az adott településen, megyében élnek. A budapesti és Pest megyei lakosok ebből a célból sem utazhatnak az ország másik részébe. Még bizonytalan az idei akácméz mennyisége. A szakember elmondta, Baranyában több helyen is hatalmas károk keletkeztek a fagy miatt. Maj Gábor kiemelte, ahol az eredeti virágok most kezdenek nyílni, ott biztosabban számíthatnak mézre a gazdák. Ahol azonban kevesebb, vagy már csak sarjú virág nyílik, ott jóval kisebb mennyiség is lehet. A rovarok egyébként jól teleltek, nem okozott jelentős károkat semmilyen betegség, mondja a méhész. Hamarosan azonban egy sok méhcsaládot érintő baktérium megfékezésére nyílik lehetőség. Pici, rövidek a virágok. Az elfagyott akácvirágokat mutatja az Országos Magyar Méhészeti Egyesület baranyai szaktanácsadója. Máj Gábortól megtudtuk, a megyében rengeteg fagykár keletkezett ezekben a növényekben, ami az idei méz mennyiségére is kihathat. Egyelőre még nem tudni, hogy valóban kevesebb lesz a termék, azonban az biztos, hogy a március közepi rügypattanást követő hideg idő megviselte az akácosokat. Sajnos nem is tudjuk azt, hogy az, amik most hoz virágot, hogy az a rügyfagyból adódóan ez sarjú virág, vagy esetleg még eredeti. Sejtéseink vannak, hiszen ha kiszámoljuk a pattanástól számítva 40 napot, akkor elvileg most kell hozni, vagy most kezdene nyílni az eredeti virágok. Ahol most ez történik, ott biztosabban számíthatnak mézre a gazdák, mint ott, ahol a sarjú virágzás indul meg hamarosan. Mivel az akác nagyon fagyérzékeny, ezért ha a növény szó szerint megfázik, akkor az eredeti virág is kevesebb nektárt ad, a sarjú virág pedig szinte alig. Szerencsére a méheket érintő betegségek közül egy sem támadta meg a családokat olyan mértékben, hogy jelentős kárt okozott volna, mondja a szakember. Voltak atka problémák, de elenyésző mértékben a tél folyamán, illetve tavasszal. A méhcsaládok nagyon jól tudtak fejlődni, egyenletesen tudtak fejlődni, erősek a méhcsaládok. 10%-os, 10-15%-os vesztesége van a megyének, ami egy átlagos tél, azt lehet mondani, tehát ez mindig benne van, ezzel mindig számolnunk kell, és számolnak is a méhésztársak. Bár ez jó hír, a méheket érintő nagy probléma az úgynevezett nyúlós költésrothadás. Ez egy olyan bakteriális megbetegedés, ami a rovarok fiasítását pusztítja. Jelenleg nem lehet kezelni vagy védekezni ellene, az egyetlen megoldás a kaptárak teljes felégetése. Ezt szeretné orvosolni egy pécsi cég, mely elsősorban molekuláris és mikrobiológiai jellegű kutatásokkal foglalkozik. A vállalat ugyanis a napokban nyert el több mint 173 millió forintnyi támogatást egy ellenszer kifejlesztésére. Parányi kis vírusokat, úgynevezett bakteriofágokat fogunk alkalmazni. Ezek olyan kis baktériumok, amelyek rendkívül szelektívek, tehát azt jelenti, hogy ha egy adott baktériumot megcélzünk, tehát ideértve például, hogy a Pennybacillus larvát szeretnénk elpusztítani, ez más baktériumokkal szemben ártalmatlan lesz. A szert egy projekt keretében fejlesztik ki, melyre 2 év áll rendelkezésre. A munkálatok már megkezdődtek. A cél, hogy a készterméket bioméhészetekben is alkalmazhassák, valamint az Európai Unió országaiba is szállíthassák.
Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Koronavírus szűrés, a vártnál kevesebben mennek el az ingyenes tesztekre. Részegen őrjöngenek, az utcán végzik a dolgukat, hajléktalanokra panaszkodnak a szekszárdi üzlettulajdonosok. Óriási bajban a vadásztársaságok, a bevételeik 70-80%-a esik ki a koronavírus járvány miatt. Újra kinyit a bonyhádi piac, egyelőre különleges óvintézkedések lesznek érvényben. Pénteken változóan fátyolfelhős, melegedő időben lesz részünk, csapadék nélkül. Az éjszakai órákban vastagszik meg felettünk a felhőzet, de eső ekkor sem várható. A csúcshőmérséklet 20 fok fölött alakul. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!